A kiberbiztonsági hónap keretében a Nyíregyházi Egyetemen konferenciát szerveznek szeptember 22-én, többek között az IAK szervezésében. A részletekről pedig már Ebelhard Gábort kérdezem, köszöntelek szeretettel stúdiónkban. Köszöntöm kedves nézőket is. Egy nagyon érdekes konferenciának a helyszíne lesz az egyetem. Hogyan kapcsolódik az IAK ehhez az egész rendezvényhez? Értem, biztosan többek számára ez meglepő, hogy mit keres egy kukás cég a kiberbiztonság területén. Azt azért el kell mondanom, hogy a IAK Nonprofit Kft., mint a megye hulladék közszolgáltatója, kb. 170 ezer ingatlan használónak a személyes adatait kezeli. Tehát minden egyes lakáshoz gyakorlatilag mi egy ember komplett adatait, adószámmal, születésével, stb. Kezeljük. Tehát egyrészt ebből a szempontból nekünk nagyon fontos, hogy az adataink, az általunk kezelt adatok biztonságban legyenek. Talán ez a fő oka azért, amiért érdeklődést mutattunk ezután a téma iránt, illetve van a cég mindennapi életéből fakadóan is olyan elvárás, hogy az adatainkat, a számítógépes hálózatainkat igyekezzünk minél biztonságosabbá tenni. A megyébe több telephelyünk van, ezek között közvetlen internetkapcsolat van, tehát fontos nekünk olyan adatokat továbbítunk, amik fontosak, hogy biztonságban legyenek. Így van, egyébként ezzel ki is emelted a konferenciának a két fő témáját, ami az egyik szempontból az adatvédelem, a másik pedig egy nagyon érdekes mottó, hogy vigyázz, mire kattintasz. Gondolk, azt hiszem, hogy mielőtt kattintasz. Így van, ez nagyon érdekes, és ezt gondolom ti is kiemelten kezelitek a munkacsoportban. Most már, hogy úgy fogalmazza, kiemelten kezeljük. Néhány évvel még a nagy internet biztonság és informatikai biztonság előtt volt olyan, hogy céges gépről kollega interneten felugró ablakra szépen rákattintott, már jött is egy zsarolóvírus, és hál' Istennek viszonylag lokálisan vesztettünk adatokat, de ilyen is előfordul. Tehát teljesen gyanútlanul és teljesen váratlan helyen is megtörténhet ez. Éppen ezért fontos az, hogy ahogy a motto mondja, gondolkodj, mielőtt kattintasz. Így van, a Nyíregyházi Egyetem lesz a helyszín, tehát az EIVOK-kal közösen szerveződik ez a konferencia. Hogy jött létre ez a csoportosulás? Ez meglehetősen rendhagyó módon, tehát azon túl, hogy nekünk nagyon fontos az információbiztonság, a egyesülés és a társaságunk közötti személyes kapcsolat, tehát egyik kollégánk személyes kapcsolatának is köszönhető ez az együttműködés. Szeptember 22-e tehát a dátum, hogyan lehet regisztrálni az eseményre? Ugye megszokhattuk az utóbbi időben, hogy minden ilyen csoportos esemény előzetes regisztrációhoz kötött. Így van ez itt is, van az egyesületnek, illetve a magának a rendezvénynek is honlapja, az ott feltüntetett linken lehet regisztrálni. Bízom benne, hogy minél többen regisztrálnak majd. Tudom, hogy ott van egy szeptember 15-i határidő, ha jól emlékszem. Amennyiben utána történik a regisztráció, még akkor is tudjuk fogadni a résztvevőket. Reméljük, minél többen ellátogatnak majd a konferenciára, és hasznos információkkal térnek majd haza, illetve biztonságosabban használják majd az internetet és a kibervilágot. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk. Köszönöm szépen. A folytatásban pedig tekintsünk vissza a csillagfutásra, hiszen idén is nagyon sikeres volt a rendezvény, mely a jótékonyság és az egészség megőrzés jegyében zajlott.